Ez megmutatja, hogy a Petőfi villamoson, amely 69-es vonalon közlekedik. Első megálló, az Erzsébet királyi útja halójáról lesz. Menjetek onni! Ja. Nézd meg, menj a kurva! Menjél már onnan! És persze, hogy sok kocsis rohadt meg. Menjenek a pisáját, neked. Na jó, inkább videózom, mert ez kurva nem. Jó, hagyjon meg. Ugye nem jössz be, mondd. És még egy. Jó, mehet. Atya úristen! Nem akarom már kapni már. Hát a film. Nézd, az a filmben áll. Ezt most sikerült elkapni. Kilakadban milyen jót ütöződött. Meg ez a pattogós szakasz. Nagyjáros király útja lesz a következő megállónk.
meg a szervon, mert most állunk meg. Maradj ott, jó? Figyelnéd, hogy a fényvillamos ajtó problémák miatt nem közlekedik. Az UV. Köszönöm szépen!
Néha bemondja, hogy a vonatai mit két vágányon, mit két irányon közlekednek, meg a vonatai féktávolság a 300 méter. Igen, 100 méter is lehet. Meg az ajtó fölött lévő gombok nem leszállás jelzése szolgálnak. Kérjük, csak így csak majd esetben jelentetek vele. Elkapom a vezető bácsit. Merre fog jönni? Na, vissza fogunk szerintem menni, beáll oda a 44-es vonalára, mert... Most visszafog és bemegy a 44-eshez. Akkor most oda megyünk? Igen, és majd szerintem ott hátul fog bemenni. Igen, igen, nyit van az ajtó, akkor ott hátul megy be. Igen. És akkor úgy fog ráfordulni? És itt fog majd ráfordulni, igen. Akkor oda kéne mennünk, nem? Egyetem, valaki itt megyünk, jó? Hát úgy van az. Gyert, várj, hozzám valamelyik. Csak a fejed tetején látszik. De várjál, most vedd el, hogy a videóba. Nem áll. De. És ez van YouTube csatornád, de hol fel? Tudom, szoktam nézni. Van. És mi a neve? És úgy sikerült meglőni pár éve, hogy meg volt beszélve, hogy álljon meg, és 20 másodpercig tudott megállni, vagy ott mögött a forgalni. Dehogy vágom, hát nem tudom csak úgy kivágni. Ezt a beszélgetést fogom majd kivágni, hogy néhogy legyen. De így este már jön be. Azt mondom, hogy a hangod... Hogy... Azt nem, mert a motorhang az fontos az életen. Week.